Fekete lista, 206 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cég és magánszemély szerepel azon a listán, amelyet a NAV állított össze a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató adózókról. 720 milliós beruházás, megújul a Kossuth utca, két termes miniplex mozit alakítanak ki, és Tony Curtis kávéházat hoznak létre Máté Szalkán. Csak módjával a rendszeresen szedett nyugtatók, altatók, fájdalomcsillapítók, orrcseppek függőséget okozhatnak, ha kontroll nélkül alkalmazzák a készítményeket. ...4117 gazdasági társaság és magánszemély adatai szerepelnek azon a listán, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal állított össze a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató adózókról. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A listán 206 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cég és magánszemély szerepel. A foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését továbbra is ellenőrzi a NAV. Az ezt célzó akció augusztus végéig tart. A Kelet-Magyarország napilap összesítése szerint a munkavállalókat feketén foglalkoztató vállalkozások és magánszemélyek közül 80-an Nyíregyházát képviselik. A megyeszékhely mögött Újfehértó következik 24 névvel, majd Kisvárda és Balkány jön, a sor végét pedig Tiszavasvári, Kótaj, Mátészalka és Nagykálló zárja. A cégek között vannak sütőipariak, szállítmányozással, fuvarozással, vagyonvédelemmel foglalkozók, de műkörmösök, látványpékségek és építőipari profilú társaságok is. Erre a listára a helyszíni ellenőrzés során megállapított szabálytalanság miatt kerülhetnek fel a cégek. A nyári ellenőrzési akcióban a kollégáink fokozottan vizsgálják az alkalmazottak szabályszerű foglalkoztatását is. Ez azt jelenti, hogy a szám és a nyugtaadás mellett azt is megvizsgálják, hogy szabályosan vannak-e bejelentve, illetve határidőben történik-e meg a bejelentésük. Ugyanis, hogyha szabályszegést tapasztalnak, akkor ezek az adózók felkerülnek arra a listára, amely a NAV honlapján egyébként megtalálható és a be nem jelentett alkalmazottakat, foglalkoztatókat tartalmazza. Erről a listáról két év múlva kerülhetnek le, csak abban az esetben, hogyha közben nem követnek el semmilyen ilyen jellegű szabálysértést. Az a munkavállaló, aki nem biztos abban, hogy munkaadója bejelentette, a meglévő ügyfél kapuján keresztül lekérdezheti a kifizetők által beadott járulék kötelezettségi adatokat. Az alkalmi munkavállalók esetében figyelni kell a munkáltatóknak a bejelentés idejére is. Itt a nyári időszakban jellemzően nagyon sok az alkalmi munkavállaló, ugye ezeket az alkalmi munkavállalókat vagy nem, vagy pedig nem határidőben jelentik be a munkáltatók. Nagyon fontos, hogy még a munka megkezdése előtt meg kell történnie ennek a bejelentésnek, amelyet elektronikusan vagy telefonon is megtehetnek a munkaadók. Az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása esetében az is fontos információ, hogy az ő munkaviszonyuk nem haladhatja meg az évi 120 napot. Az alkalmazottak be nem jelentése akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható. Megújul a Kossuth utca, két termes miniplex mozit alakítanak ki, és Tony Curtis kávéházat hoznak létre Máté Szalkán. Többek között ezekre a beruházásokra költik azt a 720 millió forintot, amelyet a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán nyert el a Szatmári város. A munkálatok 2018 elején kezdődnek el, és a jövő év végére fejeződnek be. Máté Szalka az elmúlt években a fiatalok megtartásáért tett erőfeszítések mellett arra is sok energiát fordított, hogy a városba látogatók számára minél több turisztikai látványossággal szolgáljon. Ezen az úton tehet újabb lépést a 17 ezres település, annak a 720 millió forintnak a segítségével, amelyet a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán nyert el az önkormányzat. A TOP-nak van egy úgynevezett nagy turisztikai lába, amelyikre önkormányok nyújthattak be pályázatot, örömmel kell nyugtáznunk és hirdetnünk, hogy Máté Szalka 720 millió forint értékben a Kossuth utcának egy új típusú a turisták és a lakóknak a jó érzését akarja megvalósítani, hiszen a Kossuth utcának az átalakítása, a rehabilitációja, különböző épületeknek a felépítése, amiről polgármester majd fog szólni. Azt gondolom, hogy mind-mind hozzájárul egy-egy település közösségépítéséhez. Itt
lesz egy Máté Szalka tudaterősítés, remélem turisták megjelenésével egyfajta gazdasági élénkülés, tehát párhuzamosan hozzá tud járulni egyik a másikhoz, azon kívül egy megyei összetartás, hiszen ezek a toppok egymásra épülve, egymás kielégítve, kiegészítve, különböző propaganda anyagokba együtt fognak megjelenni, hirdetni ezeket a megyei attrakciófejlesztéseket, hogy így mondjam, és így az ország is gyarapodik. A város polgármestere szerint a 720 millió forintból több olyan beruházás készül el, amelyeket már régóta szerettek volna megvalósítani. Többek között, ahol itt most a Mécses tartó fiú szobránál, ugye Máté Szalka autentikus történelmi főutcájának, a Kossuth utcájának a kezdetén, szeretnénk egy kis körforgalmat létrehozni, és mindjárt itt a körforgalom mellett az első villamosított ház épületében szeretnénk egy technikatörténeti kiállítást megvalósítani. Azért, mert Máté Szalkán, ugye, mint tudjuk, 1888-ban a mai Magyarország történetén először a közvilágítás kigyulladt. De nem csak ezért a fényvárosa Máté Szalka, hanem azért is, mert ezt a város berengi a szeretet fénye, a hit fénye, a közösség fénye, a vendégszeretet fénye, minden, ami pozitív, minden, ami fény, és ezért a technikai történeti kiállítás mellett szeretnénk megvalósítani egy lakótornyot is, ami a régi Máté Szalkai képes lakón nagyon-nagyon jól látszik. Megadta az utca képnek a hangsúlyát ez, és egy fényinstallációt szeretnénk értelemszerűen ebbe elhelyezni. Hanusi Péter elmondta, létrehoznak egy Tony Curtis kávéházat az egykori filmsztár relikviáival, valamint a régi mozi épületében kialakítanak egy filmtörténeti kiállítást. Emellett elkészül egy kéttermes, 21. századi követelményeknek megfelelő miniplex mozi is. Jelenleg a projekt teljes kidolgozása zajlik, a munkálatok 2018 elején kezdődhetnek el, és a jövő év végére fejeződhetnek be. Csak komoly terápiákkal lehet a gyógyszerfüggőségről leszokni, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Koppányi Artúr, pszichiáter, aki hozzátette, napi szinten találkoznak gyógyszerfüggőséggel a pszichiáterek praxisukban. A rendszeresen szedett nyugtatók, altatók, fájdalomcsillapítók, orrcseppek függőséget okozhatnak, ha kontroll nélkül alkalmazzák a készítményeket. Fájdalomcsillapítók, altatók, nyugtatók, orrcseppek, hashajtók a leggyakoribb készítmények, amire könnyű rászokni, figyelmeztetnek a szakorvosok. Ezek közül a gyógyszerek vagy sok esetben gyógyhatású készítmények között vannak vény nélkül kaphatók is. A napokban a sajtóban megjelent adatok szerint körülbelül 200 ezerre tehető azok száma, akik naponta szednek valamilyen gyógyszert. Bizonyos készítményekre egyenesen rá lehet szokni. Ez egészségügyi kockázattal jár, hívta fel a figyelmet 35 perc című műsorunkban a pszichiáter. Megkülönböztetjük azt, hogy valaki kémiailag addiktív, valamilyen kémiai szerre, vagy pedig valami viselkedési addikció van. De most ilyen kémiairól beszélünk igazándiból. Benne van a nevében is gyógyszer, vegyszer, tehát valamilyen olyan készítmény, amely kívülről idegen anyagként jut be a szervezetbe. És attól függően, hogy mennyit használ, vagy milyen fajtát használ, alakulnak ki azok a megvonásos tünetek, vagy azok a kényszeres cselekedetek, amelyek arra sarkalják, hogy vagy ugyanannyit, vagy egyre többet használjon belőle. Minél több fájdalomcsillapítót szed valaki szervezete, annál ellenállóbb lesz a készítménnyel szemben, így vagy nagyobb dózis kell, vagy pedig egy másik változathoz kell nyúlni. Napi rendszerességgel találkoznak a pszichiáterek is praxisukban gyógyszerfüggőkkel. Sokszor inkább úgy derül ki ez, hogy a hiánytünetek miatt fordul valaki orvoshoz, nem tudván azt, hogy igazándiból ez már egy függőség, de különböző vegetatív labilitások, indokolatlan feszültségek, olyan türelmetlenség, olyan ingerlékenység jelentkezik, amit igazándiból nem lehet magyarázni külső okokkal. Aztán később az anamnézis felvételén kiderül az, hogy hát itt bizony egy folyamatos és állandó gyógyszer szedés, vagy valamilyennek a használata van. Áll a háttérben. Így van. A gyógyszerekről nehéz leszokni, a függőséget hasonlóan más addikciókhoz terápiákkal lehet kezelni. Baleset történt ma reggel Nyíregyházán a Család utca Bocskai utca csomópontban. Egy személygépkocsi vezetője a kiegészítő zöld jelző lámpánál egyenesen haladt tovább. Nem vette észre, hogy a tilos jelzés ellenére hajtott a kereszteződésbe, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő kis teherautóval. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A rendőrség eljárást indította a balesetet okozó sofőr ellen.
Szerdán ünnepélyesen megnyitották a 8. Nyírségi Néptánc Fesztivált Nyíregyházán. 6 ország, 9 együttese lépett színpadra. A vendégegyüttesek között Tajvan, Oroszország, Portugália, Olaszország, Kína hagyományőrző csoportjai mutatták meg táncaikat. Az egészen vasárnapig tartó fesztiválon összesen 11 együttes a dízelítőt nemzeti kultúrájából, köztük természetesen a helyi Nyírség, Igrice és Szabolcs, valamint figurás együttesek produkciói is láthatók lesznek. Színes bevonulás a nyíregyházi Kossuth térre. A Nyírség Néptánc Fesztiválra érkezett együttesek sokszínű nemzeti viseleteit csodálták, akik szeretik a népi hagyományos zenét. A horvátországi együttes lépett elsőként színpadra szerda este a fesztivál nyitó gáláján. A Nyírségi Nemzetközi Néptáncfesztiválnak 8 év után ismét Nyíregyháza ad otthont, aminek a város nagyon örül, hangzott el a rendezvényen. A több helyszínen fellépő együttesek látványos produkciókkal jöttek, sokat készültek, mondta el a fesztivál igazgató. Ez volt a célunk. Már nagyon régen, még 1996 előtt, hogy olyan együtteseket hívjunk Nyíregyházára, akikkel egyébként mi a világ minden táján találkozunk, hogy a nyíregyháziak is átéljék azt az örömet, amit a hagyományőrzés jelent. Nem csak mint hagyományőrzés, hanem mint közösségformálás és mint művészet. Hiszen ezek a táncegyüttesek egytől egyig a külföldiek és a magyarok is valami fajta közösséget alkotnak, valami közös célért dolgoznak esténként, amatőr együttesekről beszélünk, akiknek majd meglátjuk, milyen jó színvonalak egyébként. Tehát a munka mellett dolgoznak azért, hogy ők föl tudjanak lépni, közösségé kovácsolódnak, és olyan művészi produkciókat mutatnak be a színpadon, amelyet egyébként bármely profi együttes is megirigyelhetne, csak hát ugye nem lehet mindenki profi táncos. Az együttesek saját régióik népzenei kincséből változatos táncokat mutatnak meg, különleges hangszerek is megszólalnak. Értékes koreográfiákkal érkeztek. Portugália, Horvátország, Tajvan, Oroszország, Kína, Észak-Ciprus és Olaszország nemzeti hagyományos táncait látja majd a közönség. Ma este két darabot adunk elő. Az első darab a Fiera di Montegallo címet viseli. Ez egy apa és a lány történetét meséli el. Az apa azt szeretné, ha a lánya elmenne egy bálba, de a lány egy kicsit vonakodik ettől, és nem szeretne elmenni. Végül az apának azonban sikerül meggyőznie őt azzal, hogy megajándékozza néhány ruhával. A másik darab a Pasquella címet viseli. Ez egy tradicionális dal, ami vidéken született, amikor a lakosok elmentek a házakhoz ételt kérni. A Kossuth téren, a szabadtéri színpadon és a Váci Mihály Művelődési Központban kísérhetik figyelemmel egészen vasárnap estig a fesztivált. A rendezvény kiemelkedő estéje a csütörtöki Világok tánca című nagyszabású előadás lesz a szabadtéri színpadon. Szépen cseperednek az amerikai bölényborjak a Nyíregyházi Állatparkban. A Sóstógyógyfürdői Állatgyűjteményben korábban egy ivarérett hímbölény és 3 nőstény élt együtt. Majd idén tavasszal, 1 hét különbséggel 2 apróság is született. A 2 fiatal bölényt már a látogatók is megtekinthetik a park Amerika élővilágát bemutató kifutórendszerében. Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőseit már régóta láthatja a közönség a Nyíregyházi Állatparkban, de ez idáig nem volt szaporulat. 3 hónappal ezelőtt azonban kifutójukban 1 héten belül 2-szer is kopogtatott a gólya. Előbb egy kis üsző, majd egy kis bika született. Az ellés mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. Nagyon szépen fejlődnek az amerikai bölényborjak, most körülbelül 60-80 kg testtömegűek, de a kisbika ivarérettkorban akár 1000 kg testtömegű is lehet. Ez idáig csupán anyatejjel táplálkoztak, most azonban már, hogy 3 hónapossá váltak, elkezdtek szálas takarmányt is fogyasztani, amely zöldségből, gyümölcsből, szénából és friss fűből áll. Előszeretettel szoktak dagonyázni vagy homokfürdőt venni, de idejük nagy részét általában a táplálkozással töltik. Az amerikai bölény társas állat. Egykor 100 000-es csordákban vándorolt a prériken, állománya ekkor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól függtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével, a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században.
1905-ben azonban megalakult az Amerikai Bölényvédelmi Társaság. Szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 ezer állatra tehető, s ezzel úgy tűnik biztosítva van a faj fennmaradása. Manapság az amerikai bölény sokkal kisebb csapatban él, főként a nemzeti parkokba szorult vissza. A Nyíregyházi Állatparkban ez idáig egy ivarérett hím és három nőstény élt együtt, s most a két fiatal borjúval együtt az amerikai bölény csapat 6 tagot számlál. A felkészülés harmadik hetében jár a Nyíregyháza Blue Sharks. A keretből hiányzik az Univerziádé válogatott tagjaként Tajvanon szereplő Bush Iván, a légiós kiválasztása pedig még folyamatban van. A kék cápák a jövő héten a Vasas ellen játsszák első edzőmeccsüket, a bajnokság nyitó fordulójában szeptember közepén pedig Bonyhádon lép pályára Siska János együttese. Július utolsó napján a konditeremben kezdték el a felkészülést a nyíregyházi férfi kosarasok, akik az első időszak megterhelő fizikai edzései után egyre többször vesznek labdát is a kezükbe. A tavalyi keretből Emani Gent, Fazekas Csaba, Gáspár Balázs és a tanulmányait Miskolcon folytató Varga Márton távozott. Érkezett viszont Szinger Zoltán és Vida Zoltán, azaz két saját nevelésű játékossal bővült az állomány, valamint felkerült a felnőttekhez a 16 éves junior bajnok Bolden Imánuel is. Úgy gondolom, hogy teljesen jól haladunk, és körülbelül abban a szakaszban vagyunk, amit terveztünk is, vagy még lehet, hogy egy picit előrébb. Mindenképpen előny az, hogy egy kialakult csapattal tudunk dolgozni. Talán egy pici kellemetlenség az, hogy Bush Iván nincs itt a csapattal, mert ő az Univerziádé válogatott tagjaként szerepel. Ez viszont öröm nekünk, hogy tudunk az egyik magyar válogatott csapatnak játékost adni. Bízom benne, hogy nem ő lesz az utolsó majd, aki a csapatunkból ott lesz. De a lényeg, hogy egyelőre megfelelőképpen tudunk dolgozni, és úgy gondolom, hogy abban a szakaszban vagyunk, ahol nekünk most tartani kell. A jövő héten már játszani fogunk edzőmérkőzést a Vasas ellen idegenben, aztán részt fogunk venni Miskolcon egy tornán, közben pedig majd meglátjuk még, hogy milyen edzőmérkőzéseket szervezünk, meglátjuk, hogy mennyire van szükség, de a bajnoki rajt egy picit korán kezdődik, már szeptember 16-án Bonyhádon, és ettől kell függővé tenni azt, hogy mennyi edzőmérkőzés és hogyan játszunk. A 14 csapatos bajnokságban az előző szezon legjobb keleti és nyugati együttesei szerepelnek majd, így a korábbi éveknél jóval erősebbnek ígérkezik a másodosztály mezőnye. A kék cápák szeretnének ott lenni a legjobbak között. Álomról lehet inkább beszélni, hiszen nem látjuk, hogy milyen erősségűek a többiek, de mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy ott legyünk a legjobb négyben. Hogy ez hogyan alakul ki, azt majd meglátjuk. Ahogyan említettem, 16-án kezdődik a bajnokság, és Bonyhádon, azon a Bonyhádon, aki hosszú éveken keresztül nyerte meg mindig a B csoportot, majd visszalépett az A csoportos indulástól. Utána az oroszlány Veszprém következik, akik mind a ketten ott voltak tavaly a legjobb négy között, úgyhogy nem is nagyon tudnék könnyű ellenfelet mondani most ebben a bajnokságban. Meglátjuk, ahogyan alakul, érezzük a csapatunknak az erősségét, akkor fogjuk tudni igazán meghatározni, hogy mit érhet el a csapatunk. Egy légiós még csatlakozik a nyíregyházi csapathoz. A klub vezetői keresik azt a játékost, aki minden szempontból a legjobb választás lehet a következő idényre. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 4117 gazdasági társaság és magánszemély adatai szerepelnek azon a listán, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal állított össze a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató adózókról. A listán 206 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cég és magánszemély szerepel. A foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését továbbra is ellenőrzi a NAV. Az ezt célzó akció augusztus végéig tart. Megújul a Kossuth utca, kéttermes miniplex mozit alakítanak ki, és Tony Curtis kávéházat hoznak létre Máté Szalkán. Többek között ezekre a beruházásokra költik azt a 720 millió forintot, amelyet a terület és település fejlesztési operatív program pályázatán nyert el a Szatmári város. A munkálatok 2018 elején kezdődnek el, és a jövő év végére fejeződnek be. Csak komoly terápiákkal lehet a gyógyszer függőségről leszokni, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Koppányi Artúr pszichiáter, aki hozzátette, napi szinten találkoznak gyógyszerfüggőséggel a pszichiáterek praxisukban. A rendszeresen szedett nyugtatók, altatók, fájdalomcsillapítók, sőt orrcseppek függőséget okozhatnak, ha kontroll nélkül alkalmazzák a készítményeket.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 17-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Péntek estig döntően magas nyomású zóna alakítja a Kárpát-medence időjárását, a frontok még nem érik el térségünket. Az éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, egy-egy zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett általában sok napsütés várható. Csapadéknak kicsi az esélye, de egy-egy zápor nem zárható ki. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton hazánk nagy részén még kánikulára számíthatunk, de északnyugat felől egy hideg front éri el a Kárpát-medencét. A jobbára napos időt követően északnyugat felől erős felhősödés kezdődik. Eleinte a Dunántúlon és az északi középhegységben, estétől a középső országrészben is egyre több felé számítani kell záporesőre, zivatarra. Az északnyugatira forduló szél sok helyütt megerősödik. Vasárnap a front csak lassan vonul kelet felé. Kezdetben inkább a Dunántúlon, délután elsősorban a Dunától keletre eshet sokfelé, a Tiszán túlon még az esti órákban is. Délutántól a nyugati országrészben már csökken a felhőzet, de szeles marad az idő. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A Tiszántúlon hétfőn is csak lassan szűnik meg a csapadék, a jövő hét nagy részében azonban már túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás gomoly felhőkkel. Kissé melegszik a levegő.